Szűz, Na nézzük ezt a fantasztikus párost, Jupiter-Uranus. Mit jelent a szűzeknek? Hát itt a 9-es szektor érintett. A 9-es szektor egyébként a Jupiternek a szektora, a Jupiternek a háza. Ez egy ilyen globális szektor. Ez maga a külföld. Ez maga a tanulás, a felsőfokú oktatás, a kommunikáció. Ez egy ilyen. Ah, hmm nagyon-nagyon globális szektor. A jogi ügyek ide tartoznak, a hit, a vallás ide tartozik, a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, az Uranus a váratlan meglepetés. Mit kapunk ide? Egy királyt. Ó, micsoda kártya. Ez botok. A botok királya. Na most ebben a kártyapakliban minden királyból kettő van, és minden királynőből kettő van. Azért, mert a király nem csak férfiakat mutat -e nekünk, hanem akár hölgyeket is. A királynő viszont nem csak, nem csak hölgyeket mutat, hanem férfiakat is, urakat is. No, tehát itt az energia dominál. A tűz energia, az akarat. Az aktivitás. Lehet, hogy a szűz ilyen lesz, és ez fogja. Tehát ez a kulcs a sikerhez. Ez a kulcs a sikerhez. Még egyszer mondom, az akarat, a cél tudatosság, az aktivitás, a botok, ez, ez maga, hogy is mondjam, a szenvedély is. Ez maga. A szenvedély is. Lehet, hogy megismerkedünk egy ilyen királlyal, külföldi lehet. Lehet, hogy egy párt fogunk alkotni. Na de, amit itt megszerzünk a botok alatt, azt már soha senki nem tudja tőlünk elvenni. Ez fix, ez biztos. Hm. Nagyon különleges, mert ugye a vízenergia alatt, ugye a vízenergia az érzelmek, a szerelem oda tartozik. Hm csalódhatunk. Az érmék, ez pénz. Jön a pénz, megy a pénz. A kardok, ez viszont az ész, az ötlet. Hibázhatunk. De amit megszerzünk itt, amilyen lehetőséget kapunk itt a Jupitertől és az Uránusztól, hm, az soha senki tőlünk nem tudja elvenni. Na most, na most ezt, ezt nem szabad elszalasztani. Ezt a lehetőséget meg kell ezt ragadni olyanak kell ezt lenni, mint ez a királynő. Ő megragadja a lehetőséget, és véghez viszi a tervét, és senki és semmi nem tudja megállítani. Uh -huh. És ráadásul a kártyapoklija 8-as, 8-as, megint tűzenergia, a gyorsaság. A gyorsaság, a váratlan dolog, a váratlan lehetőség, olyan, mint maga az Uránusz. Gyorsan jön, hirtelen, váratlanul, mint egy üstökös, Megyünk tovább. Van még egy fantasztikus párosunk, a karmikus csomó és a híron. Ez volt a misztikus pillanatok, és ez lesz a varázslók. Tehát a karmikus csomó és a híron egy csodálatos párost fognak alkotni, és itt érintete lesz a nyolcas szektor a nyolcas szektor. Nagyon szeretem ezt a szektort, a nagy pénz ide tartozik például. A nagy pénz, hát ez a Plutónak a háza, ez viszont maga az élet és a halál. Tényleg itt kaphatunk egy gyógyítót. Itt tényleg kaphatunk egy gyógyítást. Testi-lelki gyógyítást. Na most itt van a tízes, a kejhek tízese vízenergia, gyógyító energiát kaptunk ráadásul, olyan, mint az életvize, egyszerűen életre kelt minket. Valami vagy valaki! Valami vagy valaki, és ez 2024. Február, március, április. Boldogság. Ott a szivárvány. Ott-ott a kejhek megtelnek boldogsággal, gyógyulással. Hmm. Zseniális. Erre a csodálatos eseményre egy, egy csodálatos kártyát kaptunk. Az egyik legcsodálatosabb kártya. Jó, tehát itt vannak a meglepetések. Uh -hú. Uh -hú. Egyébként a háza is, és a kejhek mutatnak, mutatnak gyermekáldást is. Ez egy plusz információ valakinek. De az biztos, hogy boldogság várható. Mit mondanak nekünk ezek a kártyák? Az éve kereke. Na nézzük. Na nézzük. Mi van itt? Hm. Király. Király. Ez maga a szűz. Tehát kaptunk egy megerősítést, hogy itt a lehetőség királyok vagy királynők lehetünk. Ennek a királynak van pénze. És ugye a nyolcas szektor, ez nagy pénz. Ez egy nagy összeg. Ez hmm, olyan pénz lehet, ami nem a miénk, mégis a rendelkezésünkre áll. A párunknak a pénze, vagy a banknak a pénze, vagy örökség lehet, vagy lottónyeremény lehet. Tehát itt. És ez a király bizony, bizony, hogy pénzes pénzes maga a pénz. Jó, tehát jönnek a megerősítések. És egyébként a Polútó, ugye a bevezető videóban említettem, január 22 ig az ötös szektort érinti. Az ötös szektor viszont minden, ami boldogá tesz minket. Az a gyermekek, a nyaralás, a játék, a lottó is egy játék. Utána viszont a hatos szektort fogja érinteni. Az is nagyon jó, mert hatos szektor, a munka, az egy nehezebb szektor, az egészség, a betegség is oda tartozik. És ugye itt a Hiron és a karmikus csomó február-március-áprilisban, tehát ez már január 22-e után van gyógyulás. A gyógyulás. Nos, megyünk tovább. Kettest kaptunk. Kardok. Uh -huh. Ennek a kártyának, hát olyan 50-50 százalék 50-50. Van pozitív oldala is, van negatív oldala is. A pozitív oldal mindig az, hogy egyszerűen mielőtt meghozunk egy döntést, Érdemes több információt gyűjteni, érdemes aludni rá egyet, mielőtt döntünk. A negatív oldala lehet olyan, hogy egyszerűen például ugye a kardok, ez maga a kommunikáció, nem, mm, nem merjük a véleményünket, elmondani valakinek, esetleg nem akarjuk megbántani, megsérteni. Uh -huh. Például itt van egy király, és itt is van egy Király. ezeket a királyokat nem akarjuk megsérteni, lehet, hogy ő az édesapánk, vagy az édesanyánk, tehát egy családtag, családtag fontos nekünk, vagy, vagy, vagy a tanárunk lehet, vagy a főnökünk lehet, vagy a legjobb barátunk lehet, és egyszerűen tudjuk, ha, ha megmondjuk a véleményünket, akkor ez, hát, meg fogjuk sebezni. Ilyen is lehet. Amit mond még ez a kártya, ugye a kettes, a kettes, ugye itt van egy kettes jelenség, uh -huh. kettes, ugye Jupiter, Uranus, és itt is egy kettes jelenség, maga a híron és a karmikus csomó, és maga a híron ez egy kettős dolog, ugye, amit említettem a bevezető videóba, Kentaur, félig ló, félig ember. Tehát itt a kettes szám fontos szerepet fog játszani, fontos szerepet játszhat. Egy kettes szám, egy, egy esemény. Valamilyen kettős dolog. Figyelem. Jó. Megyünk tovább. Hármas. És a ti energiátok megint a második, a második érmék. Ugye van egy királyunk, ez egy csodálatos pénzes kártya, és van egy ilyen hármasunk, ami megint csak egy figyelmeztetés hogy lesz pénzünk, hogy kifizet minket, hogy olyan, olyan szakmánk lehet, vagy olyasmivel foglalkozhatunk, ami, ami boldogát tesz minket, ami maga a kreativitás, hiszen a boldogság fölötte van. Jó? Főleg, ha elkezdünk valamit, ami tényleg maga a kreativitás, vagy ami maga a szépség, maga a finomság valami, ehhez a kártyához hozzátartozik, ugye egy Vénusz energia dominál, akkor az sikeres lesz. A sikeres lesz. Uh -huh. Uh -huh. Tanulni nagyon jó, amikor kijön ez a kártya. Vizsgázni nagyon jó, amikor kijön ez a kártya. Tovább képezni magunkat. Meghozni azt a bizonyos döntést, hogy igen, lehet, hogy kell lesz is az a továbbképzés. Uh -huh. Az érmék értékek is. Az egyik értékünk az egészség például. És ott a hatos szektor érintett lesz január 22-től, mert a Pluto a hatos szektort fogja érinteni, az viszont maga az egészség. Az egészség milyen érdekes. Az orákulom mit mond nekünk? Szkarabeusz szellem, na tessék, a varázslat általad hat. Kész. A szűz maga a varázslat. Lehet a szűz lesz maga a gyógyító, valakit meggyógyít. Hmm. Ez csodálatos, tehát a varázslat az jelen van. Én mindig szeretem, amikor ilyen jeleket kapunk. Hát egyébként ezek a, ezek a ritka, ritka végzetes események, mint a, az Uránus Jupiter, mint a Karmikus Csomó, mint a Hiron, ezek tényleg maga a varázslat. Egyszerűen valami, valami megmagyarázhatatlan dolog történhet az életünkben. És bármi is legyen az. Ugye a Plutó olyan, visszatérek a Plutóra, hogy ugye ő maga az élet és a halált tehát valakit lehúzhat a mélybe, valakit a mélyből felemelhet. Ugye ahány élet, annyi forgatókönyv, valakinek pozitívumot hoznak a bolygók, valakinek negatívumot. De egyet ne felejtsünk el, még hogyha a negatívumban is vagyunk, hogy a varázslat bennünk van, és amíg élünk, addig mindig, mindig van lehetőség. Csak akarni kell. Nem hiába kijött a király, a legelső kártyánk, a tűz energia kijött. Akarni kell. És minden lehetséges. A varázslat maga a szűz. Nagyon szépen köszönöm. A figyelmet! Sziasztok!